A legtöbben, akiknek több kutyája van otthon, észlelik azt, hogy a kutyák között tulajdonképpen valamiféle rangsor kialakul. Na most ez a rangsor azért ez egy más dolog, mint mondjuk egy farkas falkában levő rangsor, hiszen például az otthoni kutyacsoportban ez a rangsor nem befolyásolja azt, hogy kivel szaporodik, stb. Illetve ez a rangsor, ez azért az ember által egy tompított érvényességű dolog, hiszen a legtöbb ember mondjuk nem hagyja azt, hogy a kutyái élesen vetélkedjenek, sőt, nagy Isten, összeverekedjenek a táplálék vagy egyes játéktárgyak fölött. De azért lehet azt érzékelni, hogy bizony a kutyák nem egyenrangúak, vagy bizonyos kutyák nem egyenrangúak. Hozzáteszem azt is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor például nem lehet megállapítani, hogy melyik kutya magasabb rangú a másiknál, de vannak olyanok, amikor igen. Ezt egyébként néhány apró jelből jól lehet látni, tehát például, hogyha figyeljük azt, hogy a kutyáink közül ki nyalogatja a másiknak effektíve a száját, akkor ez egy jó jelzés arra, hogy az a kutya, aki a másik száját nyalja, az egy alárendeltje annak, akinek a száját éppen nyalogatja, és a fölé rendelt kutya az is szokta nyalogatni a másik kutyának, az alárendeltnek a fejét, de nem a száját, hanem például a szemét, a fülét, tehát igazából mint egy inkább ilyen tisztogatja az alárendeltjét. Na de mi dönti el, hogy ki a főnök? Ennek van például egy életkori sajátossága, többnyire az idősebb kutyák, illetve ha van szülő-utód reláció a kutyáink között, tehát az egyik a másiknak az anyja, akkor többnyire az idősebb vagy a szülőkutya az, amelyik magasabb rangú. A másik nagyon fontos ebben a kérdésben a rámenősség. Vannak olyan kutyák, amelyek rendkívül nyomulósak, állandóan zaklatják, csipkedik, harabdálják, kergetik. Finoman, tehát nem gorombán, de játszásiból a másik kutyák, az vannak ilyen rámenős, nyomulós kutyák, ők többnyire, hogy úgy mondjam, előnyt élveznek a vetélkedős helyzetekben, tehát amikor mondjuk táplálékról, játékról, stb. Szóval ezek a nyomulós kutyák, ezek előbb-utóbb, hogy úgy mondjam, fölé rendelt viszonyba kerülnek, illetve a többiek visszahúzódnak előtt. Tehát ez nem egy igazi komoly dominancia viszont, de vannak olyan kutyák, akik inkább visszalépnek az ilyen nyomulósok elől, és ezt a nyomulóságot, ezt nem lehet azt mondani, hogy életkor szabná meg, mert sok esetben fiatal kutyák a nyomulósak, rámenősek. Lehetnek ezek akár a kisebbek is, tehát nagyon nehéz megmondani a kutyáknál, hogy kiből lesz a fölérendelt, az életkor az talán az, ami eléggé befolyásolja ezt.